2016-ban történt meg a pályaválasztásomnak a módosítása, hiszen az addigi gyerekvédelemből, iskolából átkerültem az idős ellátásba. Akkor volt itt lehetőségem arra, hogy a nappali ellátás vezetőjévé válhassak. Megpályáztam és sikerrel is elfogadtam ezt az állást, azóta vagyok itt az intézményben. Már akkor a váltás nagyon nehezen ment, hiszen az én kis rózsaszín ködös világomból egy teljesen más környezetből kerültem ide, egy szürke, nagyon strapás munkavégzésű helyre, de az idősek szeretete, az a ragaszkodás, amit felénk tanúsítanak, az egy nagyon-nagyon nagy erőt ad a mindennapi munkavégzésünk során. Családunk tagjaivá válnak, hisz napi szinten együtt vagyunk. Úgyhogy igen, most is váltanék. Nagyon nehéznek tartom abból a szempontból, hiszen megkezdődik egy kötődés az idősek irányában, és nagyon-nagyon rossz érzés, amikor őket elveszítjük, vagy idősek otthonába kerülnek, és ez bennünket is ugyanúgy megvisel, mint őket. Nagyon fontos, hogy milyen kollektívával dolgozunk együtt. Az egy elsődleges, hogy olyan csapatot tudtam kialakítani, ahol egymásra számíthatunk, és ez a mai világban, a rohanó világban, hogy foglalkozunk egymással, és fogjuk egymás kezét, és segítjük a mindennapokban, az egy nagyon jó munkahelynek számít, hogy támaszkodhatunk a másikra, hiszen pont a mi munkavégzésünk olyan, hogy a kiégés elleni védelemben ez a legjobb, hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat. Én ezt mindenféleképpen minden tanulónak ajánlom, amikor ide jelentkezik gyakorlatra, hogy megkapja azt a támogatást, amire szüksége van a mindennapokban. Mindenféleképpen jó érzés, hogyha van egy visszacsatolás a munkásságunkról. Nagyon jó érzés, amikor a Facebookon kiírják, hogy köszönik a segítséget, hogy a lányoknak a munkáját, tehát ez mindig felemelő érzés, hiszen pozitívan bírálják el a munkánkat, tehát nem csak átesünk a munkán, hanem szívvel, lélekkel csináljuk mindannyian, és igen, és az, hogy ez egy díjban is elismerésre kerül, az pedig a szakmánknak a nagyon nagy fokú elismerése. Az, hogy ez a díj, pont a Molnár Józsefné díj, az Erzsi néni által elnevezett díj, hisz én kiskorom óta ismerem őt, az meg nekem számomra egy a szakmai csúcspont elismerése, hogy ezt az Erzsi nénitől kaphatom meg.